Lemondja a betervezett fellépéseit Dávid Már Telló, német állampolgárságú zongora művész, csak azért, hogy részt vehessen az augusztus 10-i bukaresti ellenzéki tüntetésen. Szombaton az egy évvel korábbi erőszakba torkolló ellenzéki demonstrációra készülnek emlékezni a fővárosban. Így szólalt meg Davide Martello Zongora művész hangszere a bukaresti győzelem téren tavaly szeptember 8-án. A kerekekre szerelt hangszerét kerékpárral fuvarozó külön zenész akkor az augusztus 10 ei botrányba fulladt tüntetés kapcsán jött az ellenzéki tiltakozóknak játszani a román fővárosba. Davide Martello amúgy arról híres, hogy a konfliktus zónákban szokott fellépni, és Bukarestbe is azért jön ismét, hogy a tüntetőknek játszon. Sajnálom, hogy le kell mondanom a soron következő koncertjeimet Németországban. Augusztus 10-én nagy tüntetés lesz Bukarestben a romániai korrupció ellen. Tavaly ugyanekkor a rendőrség könygázzal oszlatta szét a békés tüntetést. Idén szeretnék segíteni, hogy az emberek elbújhassanak az ongorán mögé, ha ismét könygázt vetne be a rendőrség ellenük, írta Mártélo a Facebook oldalára. Az augusztus 10-i tüntetés pontosan egy évvel azután lesz, hogy tavaly a diaszporában élők hazaérkeztek tiltakozni a kormány ellen. Akkor a tüntetők közé egyrészt foci ultrák is bekeveredtek, másrészt a rendőrség válogatás nélkül használta mindenkivel szemben a könyvgázt és a vízágyút. Az ügyészség vizsgálatot indított a rendvédelmi erők fellépésének jogszerűségét vizsgálandó, egyelőre azonban még nem jutottak eredményre, és vádemelés sem történt. Mihály Fifor belügyminiszter kedden azt mondta, nem szeretné, ha a tavalyi események megismétlődnének, ugyanakkor felszólította a tüntetésen résztvevőket, hogy tartsák be a törvényeket.